Köszöntöm nézőinket, beszélgetőtársam Kisné Sós Ágnes, tankerületi igazgató. Beszélgetésünknek most az az apropó, hogy a médiában fölröppentek a hírek a napokban, hogy nem kapták meg a pedagógusok a fizetésüket. Arról szeretnénk érdeklődni, hogy Karcagon most mi a helyzet. Az illetmény számfejtés az a karcagi tankerületben január 23-a és 25-e között megtörtént. A pedagógusoknak az átsorolásáról korábban tájékozottunk, és a kellő adatok birtokában az átsorolásokat elvégeztük. Korábban még január 5-éig feladtuk az államkincstár felé a túlórákat és a helyettesítéseket. Ennek megfelelően a pedagógusok a februári fizetésükkel ezt is megkapták. Mi már február 1-én ki tudtuk osztani az intézmény vezetőknek a bérjegyzéket, melyet megnyugtatásként már továbbítani tudtak a dolgozóiknak. Az iskolákat február 4-én kérdeztem körbe, és azzal a megnyugtató hírrel szolgáltak, hogy február 4-én reggel már mindenki megkapta a fizetését. Tankerületben ez hány iskolát érint? Tankerületünkben 8 intézmény van, a tankerületünkhöz Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras és Kenderes köznevelési intézményei tartoznak. Akkor örülünk, hogy jó hír van, és akkor reméljük, hogy később évben is így lesz. Biztos vagyok benne, és itt mindenféleképpen meg kell köszönni a tankerület munkatársainak, illetve az intézményben dolgozó kollégáknak, akik a rövid határidő ellenére pontos, precíz munkát végeztek. Köszönjük szépen!